állásbörze. A szakképzett munkaerő helyben tartása a vállalkozások mellett Nyíregyháza érdeke is, hiszen a gazdaság további dinamikus fejlődésének a mozgatói lehetnek a jövőben. A ködlámpa helyes használata. Sokan nem használják megfelelően a gépjármű világításait, különös időben sem. Precíziós gazdálkodás és élelmiszerbiztonság. Közel 70-en vettek részt a Nyíregyházi Egyetem és a Primum Alapítvány közös konferenciáján. Közel 50 kiállító részvételével rendezett állásbörzét a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A munkaerőpiacon egyre fokozódó problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya. A pályaválasztási kiállítás azt a célt is szolgálta, hogy a centrum tanulói és vállalkozók egymásra találhassanak, és a diákok már az iskola befejezése előtt tájékozódhassanak a munkaerőpiaci lehetőségekről. A szakképzett munkaerő helyben tartása a vállalkozások mellett Nyíregyháza érdeke is, hiszen a gazdaság további dinamikus fejlődésének a mozgatói lehetnek a jövőben. Az asztalos szakmával is megismerkedhettek a fiatalok a Nyíregyházi Szakképzési Centrum állásbörzéjén. A tanulók között van, aki családi hagyományt visz tovább a szakmával, de nem csak ezért választotta azt. Ugyanúgy a szakmunkásokra is szükség van. Én ezt, hogyha megcsinálom, utolsó évem, én megyek tovább érettségizni, és még egy technikusit is szeretnék csinálni. Azt, hogy a szakmunkásokra szükség van, az is mutatja, hogy ennél a kiállító cégnél például hosszú ideje nem találnak szakképzett hegesztőt és szerkezett lakatost, de más területeken is munkaerőhiánnyal küzdködnek. Majdnem úgy kell összevadászni a szakembereket. Igazából sajnos olyan szakemberhiány van, hogy sokszor nem is tudjuk szakemberrel pótolni a réseket, és ezért megpróbáltuk úgy kárpótolni ezt a hiányt, hogy átképzéseket szoktunk szervezni, és akkor így felnőtt képzésen keresztül megpróbálunk saját szakembereket képezni. Közel 300 kisvállalkozással és mintegy 20 nagyobb céggel áll napi kapcsolatban a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Így nem csak gyakorlati helyszínt tud biztosítani a tanulóinak, hanem a munkaerőpiaci igényeket is első kézből fel tudja mérni, hogy képzéseivel segítse leküzdeni a munkaerőhiányt. Azért, hogy létre a szakképzési centrum, hogy ezt a problémát valamiképpen meg tudják megoldani. Törekszünk mindig arra, hogy a vállalkozókkal kapcsolatot felvegyük, és keresünk mindig azokat a kéréseket, amit ők megnyilván, vagy a munkaerőpiac felé nyilvánítanak ki, hogy milyen munkaerőre van szükségünk, és igyekszünk azt képezni az iskoláinkban, amire ez a kívánság, vagy a kérés megvalósulhat. Ugye vannak divat szakmáink, amiben sose volt problémánk beiskolázással, de van néhány olyan szakmánk, ahol igazából problémával küzdködünk, mert nincs elegendő gyermek. Reklámokkal, kiállításokkal igyekszünk törekedni arra, hogy ezt a igényt, vagy ezt a megfogyasztjuk a gyerekek fejében, és igazából jöjjenek hozzánk olyan szakmák is, amiből hiány van a munkaerőpiacon. A munkaerőhiány leküzdése pedig nem csupán a vállalkozások működése szempontjából meghatározó. Nyíregyháza gazdasága dinamikusan növekszik, hála Istennek csökken a munkanélküliség, egyre újabb munkahelyet teremtődnek Nyíregyházán. Mi szükséges a munkahelyhez, egy korszerű munkahelyhez, megfelelő szakember utánpótlás. Legyen az akár a kétkezi munkás, gépész, elektrotechnikus, vagy bármilyen más munkaterületen dolgozzon, vagy éppen humánszférában egészségügyi dolgozó, szociális szakember, tehát mindenképpen kellnek azok a szakemberek, akik a nyíregyházi gazdaságát életben tartják, és mint motorként viszik előre. Tehát hosszú távon mindenképpen az a fontos, hogy helyben tudjuk megtartani megfelelő karrier a gyerekeket, és megfelelő hivatással, amit jól éreznek, szeretik csinálni, és ráadásul meg lehet belőle élni. A szakképzési centrum állásbörzéje az Európai Szakképzési Hétbe illeszkedik be, melyet az Európai Bizottság hirdetett meg, hogy az Európa szerte megrendezésre kerülő helyi, regionális és nemzeti rendezvények révén vonzóbbá tegye a szakoktatást és a szakképzést. Sűrű a köd kora reggel és késő este az utakon, viszont sokan nem használják megfelelően a gépjármű világításait, pedig a köd különösen lakott területen kívüli útszakaszokon életveszélyes lehet a párarétek átláthatatlansága miatt. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy az ilyen időben való vezetés során idővel jelentősen csökken a reakcióképesség. A ködös időben történő közlekedés nagyobb odafigyelést igényel. Fokozott ködképződéssel számolhatunk folyók közelében, zárt völgyekben, erdős hegyi útszakaszokon.
A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol nagyobb haladási sebesség mellett a látótávolság hirtelen csökken. Ezért a ködös szakasz kezdetét észlelve még a jól belátható úton érdemes csökkenteni a jármű sebességét. Ezzel együtt pedig növelni a követési távolságot. A ködlámpa használatára külön kressz szabály vonatkozik. Ködlámpát a jogszabályozás szerint akkor szabad használni, ha az indokolt. Most az indokoltságot úgy tekintjük, hogy egyébként igen lassú haladást tenne csak lehetővé, ha a jármű normál világításával közlekednének a gépkocsi vezetők. Amennyiben ezek a feltételek megszűnnek, ugye a ködlámpa használata továbbiakban nem indokolt, azt le kell mindenképpen kapcsolni. Akár lakott területen belül, akár lakott területen kívül is. A kötvényszóró erős fénye ugyanis indokolatlan esetben zavarja az előttünk haladókat és a szembejövőket egyaránt, ez pedig akár balesetveszélyes is lehet. Ahogy az is, ha semmilyen világítást nem kapcsolnak a járművezetők. Amikor a látási viszonyok indokolják, tehát lakott területen kívül minden esetben kötelező felkapcsolni, lakott területen belül is, amikor szürkület van, vagy olyan időjárási körülmények állnak elő, ami egyébként az észlelhetőséget nagy mértékben rontja, tehát ilyenkor mindenképpen indokolt a lámpa felkapcsolása. Ilyen időjárási körülmény lehet a hirtelen leszálló köd vagy füst. Az is előfordulhat, hogy nappal úgy beborul az ég, hogy éjszakai sötétségnek megfelelő fényviszonyok lesznek a városban. A fényszóró használata ilyenkor is életeket menthet. A ködös időben való vezetés fárasztóbb, ilyenkor a reakcióképesség jelentősen csökken. A szakemberek szerint ilyenkor érdemes gyakrabban pihenőt tartani, és fontos, hogy minden fényjelző készüléket tartsunk tisztán. A jelenleg működő lakástámogatási rendszer bár segíti a középosztályt, azonban nem jut el a társadalom alsó egyharmadához, akik nem rendelkeznek kellő saját erővel. Ezen felül egyre több a kilakoltatás és a kilakoltatásra váró család, akiket a lakhatás elvesztése miatt választanak el egymástól. A Magyar Szocialista Párt arra hívja fel a nyíregyházi városvezetés figyelmét, hogy a kilakoltatott emberek számára alakítsanak ki albérlők házát. Mi azt gondoljuk, hogy kellene bérlakásokat építeni, de ettől a Nyíregyháza önkormányzat teljes mértékben elzárkózik. Azért érdekes számomra, mert egyre több helyről hallom, hogy nagyvárosok, ellenzék és kormánypárti vezetésű nagyvárosok foglalkoznak ezzel a kérdéssel. De ha már ezzel nem akar a Nyíregyháza önkormányzat foglalkozni, akkor van néhány olyan ingatlan a városnak, amelyik viszonylag jó minőségű, kis költséggel albérlők házát lehetne kialakítani. Mi azt gondoljuk, hogy ezzel foglalkozni kellene, napirendre kellene venni ezt a kérdést, hogy ne hajléktalanná váljanak azok az emberek, akiket kilakoltatnak. A Magyar Tudomány ünnepe hivatalos programjaként ismét szakmai konferenciának adott otthont a Nyíregyházi Egyetem. Ezúttal a Primum Alapítvánnyal együttműködve hallhattak szakmai előadásokat az érdeklődők, agrárpolitika, mezőgazdaság és vidékfejlesztés témában. Emellett közel 10 kiállító is bemutatta saját termékeit. Fontos az agrárképzés, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is agrárberendezkedési térség. Ezért folyamatosan fejleszti a Nyíregyházi Egyetem az ehhez kapcsolódó oktatási stratégiáját és képzési struktúráját. 2 évvel ezelőtt a Primum Alapítvánnyal is együttműködési megállapodást kötött az intézmény, hiszen a Primum Alapítvány képviseli hazánkat az Európai Unió kiemelt iparágainak agrárágazati élelmiszeripari csoportjában. A megállapodás célja a tudomány és a gazdaság kapcsolatának erősítése. Ennek keretében már 3. alkalommal tartottak szakmai konferenciát. A konferencia fő témája mindig az aktualitásoknak megfelelő újabb innovációs fejlesztések, a mezőgazdaságban várható trendek, ezekről szólnak az előadások elsősorban, illetve a Primum részéről bemutatjuk az ENN hálózatot, amelynek keretében vagy azon keresztül külföldi cégeket tudjuk összehozni, az itteni termelőket, mezőgazdasági vállalkozásokat, hogy még nagyobb piacuk lehessen, ebben segítünk nekik, különböző információval, szakmai tanácsadással. Ugyanis célunk az, közösen az egyetemmel természetesen, hogy a megyebeli vállalkozások is olyan technikai és műszaki színvonalon termeljenek, illetve olyan minőségi termékeket állítsanak elő, élelmiszeripari termékeket, amely a kor színvonalának és a lakosság és mindenki elvárásának is megfelel. A konferencia mellett közel 10 ilyen termelő mutatta be termékeit egy kiállítás keretein belül. Közülük többen már visszajáró vendégek, de vannak olyanok is, akik az egyetemmel való szakmai együttműködés reményében jelentkeztek most kiállítónak.
A Primommal közösen azt a célt tűztük ki, hogy elsősorban a kistermelők számára nyújtunk lehetőséget, hogy bemutassák a termékeiket, bemutassák azokat a termékeket, amiket ők maguk tudnak készíteni, és elsősorban egy kicsit a kézművesség, egy kicsit a helyi dolgok irányába szeretnénk itt elmozdulni. Jelenleg több mint 200 hallgató tanul nappali tagozaton, és ugyanennyien vesznek részt az egyetem agrárszakán levelező képzésben. A biogazdálkodásra való átállás és a megtermelt javak helyben történő feldolgozása jelentheti a jövőt a szabolcsi gazdák számára. Ez azon a szaktanácsadói információs napon hangzott el, amelynek témája a biogazdaság és a feldolgozás volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem csak az ország egyik legnagyobb megyéje, de a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és az agrártámogatások szempontjából is az egyik legjelentősebb megye. Az ökológiai adottságok is ideálisak ahhoz, hogy az agrárágazat tovább fejlődhessen és a biotermelés irányába mozduljon, amely kialakításához már számos jó nyugat-európai minta áll rendelkezésünkre, ahol a biotermékeknek szinte korlátlannak tűnő a piaca. Abszolút előre tölt a biotermékeknek a fogyasztása. Tudatosan használják az emberek, fogyasztják az emberek mind a termékeket, gyümölcsleveket, ivóleveket és más dolgokat. Mi azt szeretnénk, hiszen évről évre 10% felett nő a termőterületek aránya, hogyha ezek a termőterületek feldolgozásra is érettek lennének, az ezen termődött termények. Tehát rohamos változást látunk. Itt ugye több szövetséggel felvettük a kapcsolatot, akik a biotermesztőket összefogják. Az egyik legkomolyabb szövetségvezetője szintén ma itt van velünk, és mi tudjuk azt, hogy ez lehet az egyik kiút a tömegtermelés helyett átállás a biogazdálkodásra a szabolcsi termelők számára is. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója szerint a mezőgazdaság számára ideálisak a megye feltételrendszerei, amelyeket a helyi gazdáknak ki kell használniuk, azonban a feldolgozás szintjében még fejlődnie kell a megye vállalkozóinak. Amiben talán érdemes előrelépni és javítani, az a feldolgozottság szintjének javítása, hiszen alapanyag előállításban köztudottan jól áll az ország, jól áll a megye is, de a feldolgozottság szintjén van mit javítani, hiszen ezzel tudunk önállóan megjelenni a piacon, ezzel tudunk életképesen és nagyobb hozzáadott értéket előállítva megjelenni, akár a hazai, akár a külpiacokon. Nagyobb befektetéssel nagyobb jövedelmezőséget érhetnek el a biogazdálkodásba belevágó termelők, amely a megye mezőgazdaságának jövőjét jelentheti, mondta el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke a rendezvényen. Korlátlan a piaci lehetőség, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok megyei termelő számára ez jelentheti a hosszú távú, vagy akár középtávú életben maradás, fejlődés, továbblépés lehetőséget és sokkal magasabb jövedelmezőséget. Arról nem is beszélve, hogy a felhasználók részéről, a családok részéről, az élelmiszert fogyasztók részéről egy hát sokkal egészségesebb és táplálóbb, nagyobb élvezeti értéket, illetve nagyobb tápanyagi értéket jelentő termékekről van szó. Tehát mind a feldolgozók, mind az előállítók, mind pedig a fogyasztók részéről egy nagyon távlatos és jövőbe mutató termelési módról van szó. Seszták Oszkár hozzátette, nagyon fontos a gazdák szemléletváltása azzal kapcsolatban is, hogy a jövőben összefogással közösen érvényesíthessék az érdekeiket, csak úgy, mint ahogyan ősszel az alma felvásárlás kapcsán is tették azt. Túri Szent Márton ünnepnapjához, november 11-éhez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon. A mártonnapi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közelettéhez kötődnek. Másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaolban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, daludok elárulták gágogásukkal. Libasült párolt káposztával és zsemle vagy burgonya gombóccal. A Márton nap tipikus étele ez. A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jó ízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen táncos mulatságot csapnak, ahol az asztalról nem hiányozhat egy libafogás. A vacsora végén pedig már a kiforrott újborral szokás kocintani, ezt hívják Márton poharának. Márton napja az új bort is megmutatja, vagyis ez az a nap, amikor már az új bort meg lehet kóstolni, és eldönteni, hogy
jó-e az az évi termés, vagy nem. És a bálok mellett, a mártonnapi bálok mellett nyilván ez a eszem, iszom is hozzá tartozik, tehát nem csak a ludaknak a libahús evése, hanem a italok fogyasztása is, hiszen úgy gondolták, hogy, hogy aki ezen a napon nem eszik ludat, az egész évben éhezik. Tehát ezen a napon tulajdonképpen ez is egy ilyen analógiás varázslásnak mondható, hogyha azon a napon sokat eszünk, akkor a következő évben is évben sem fogunk éhezni. A hagyomány szerint a fiatal libát megtisztítják, kibelezik, besózzák és megkintik friss majorannával, kívül belül. Befűtik a kemencét és lehetőleg nagy cseri vagy öntött vas tepsiben szép pirosra, robogósra sütik. Ha elkészült, feldarabolják. A mellcsontjáról óvatosan lefejtik a húst, és szemügyre veszik a csontot, hogy megjósolják belőle, milyen lesz a tél. Amikor elfogyasztják a ludat, és a melle csontja fehér, akkor azt gondolják, vagy arra következtetnek, hogy biztosan a karácsony az havas lesz. Tehát a karácsonyi időjárásra következtetnek a mártonnapból, vagy van egy olyan mondás is, hogyha Márton jégen jár, akkor karácsonykor poroszkál, azaz vízben jár, tehát hogy a karácsony akkor nem lesz hideg, vagy ha Márton napja fehér lovon érkezik, vagyis esik a hó, vagy hó van, akkor karácsonykor nem lesz hó. A 14. századi krónikákban Szent Márton napja határnapként szerepelt, ez volt a tisztújítás, a fizetés, a jobbágytartozás leróvásának napja. Márton napon fizette meg a gazda a pásztoroknak az úgynevezett béles adót vagy rétes pénzt, míg a pásztorok több ágú vesszőt, Szent Márton veszélyt ajándékoztak a gazdáknak. Úgy tartották, ahány ága van, annyit fial a disznó. Tavasszal ezzel a vesszővel hajtották ki az állatokat is. Magabiztos játékkal szerezte meg 5. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 7. fordulójában a Bonyhádot fogadták, és 86-46-ra verték ellenfelüket. A nyíregyháziak vasárnap Pécsen lépnek pályára. A nyeretlenül érkező Bonyhád ellen nagyszerűen kezdték a meccset a hazaiak, Cura vezérletével sorra szerezték a kosarakat, hátul pedig kiválóan működött a védekezés, így az első negyed után 26-5 állt az eredményjelzőn. A második 10 percben sem változott a játék képe, a vendégek egyszerűen nem találtak fogást a cápákon, így ez a szakasz 24-4-re zárult. Az 50-9-es első félidő után nem maradt sok kérdés, persze a hátralévő 20 percet is le kellett játszani. A bonyhárdiak ekkor már megvillantottak valami tudásukból, de közelebb nem tudtak kerülni a nyíregyháziakhoz, akiknél valamennyi játékosnak lehetőséget adott Siska János edző. Én nehezebb mérkőzésre számítottam, gratulálok a csapatnak a hozzáálláshoz, örülök, hogy a mérkőzés elejétől kezdve komolyan vették a srácok, és hát látszik a különbségen is. Én úgy gondolom, hogy egyre jobban összeérik a csapat, egyre jobb formában vagyunk, és jönnek a nehezebb mérkőzések, odaidőzítjük majd a csúcsformánkat mindenképpen. Bazsó Bruno 24 perc alatt 23 pontig jutott, és 32-es eredményindexet ért el. A nyáron érkezett játékos szerint már a mérkőzés elején sikerült megalapozniuk a győzelmet. Nagyon jól kezdtük el a mérkőzést, már az első negyedben, ha jól tudom, 20 pont fölé került a különbség, és onnantól igazából ezt végig meg tudtuk tartani, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez egy könnyű győzelem volt, nem lenézve az ellenfelet. Nagyon jól éreztem magam, szerencsére ma beestek a dobásaim, ez nem mindig van így, ugye, de menni kell tovább, most úgy gondolom, hogy majd a következő meccs az még nehezebb lesz, és azon is ugyanígy kell teljesíteni. A 7. forduló további eredményei a következők: BKG Prímes Oroszlány 60-73, MAFS Budapesti Honvéd 85-70, MTK Török Bálint Nagykőrös 80-76, MEAFS Miskolc Veszprém 74-92, Vasas Akadémia PVSK 108-49 és Budafok Békés 97-89. A tabella élén a Veszprém áll 7 győzelemmel, megelőzve az egyaránt 6-1-es mutatóval rendelkező Oroszlányt és MAFS-ot. A Nyíregyháza Blue Sharks 5 győzelemmel és 2 vereséggel az 5. helyen várja vasárnapi pécsi vendégjátékát. Az Európa-bajnok Keszhelyi Rita és az Univerziádé győztes Bisztricsányi Dávid volt két általános iskola vendége Nyíregyházán. A vízilabdázók a Példaképek közelről program keretében igyekeztek kedvet csinálni a sportákhoz a Petőfi és a Jókai alsó tagozatos diákjainak. Az Akvese színeiben Nyíregyházán 6 korosztályban közel 200 fiatal vízilabdázik.
Az egyesület vezetői mindent megtesznek azért, hogy kedvet csináljanak a gyerekeknek a legsikeresebb magyar csapatsportákhoz. A példaképek közelről program keretében két nyíregyházi iskolába látogatott el az UVS-e két vízilabdázója. Az Európa-bajnok, Lenkupa győztes, többszörös magyar bajnok Keszthelyi Rita a közösség fontosságáról és a sport rendszerességre nevelő erejéről is beszélt a gyerekeknek. Mindig azt mondom, hogy amit a legjobban szeretek, az, hogy a barátaim, azok a csapattársaim is, tehát szerintem egy nagyon jó, hogy egy ilyen közösséghez lehet tartozni. Nagyon fontosnak tartom a sportot a gyerekek életében, mert kikapcsol, és amikor én is tanulok, akkor jobban érzem magamat, hogy lemegyek mozogni, azért szerintem felfrissíti az embert, meg mondom, ez a kikapcsolás szerintem nagyon fontos, és megtanít egy olyan életvitelre, hogy most van idő tanulásra, most iskolába kell menni, egy rendszert is visz az életbe, ami azt gondolom, hogy felnőtt korban is nagyon fontos lesz. A kétszeres univerziádi győztes, Európa-bajnoki bronzérmes magyar bajnok Biszicsányi Dávid szerint fontos, hogy a gyerekek minél több területen kipróbálják magukat. Még kiskorban mindenkit megpróbálnak minden pozícióba, és igazából a kapusposzt volt az, ahol a legtöbb sikerélményért. És hát ezt is tudom mondani a gyerekeknek, hogy próbáljanak ki mindent, és átítéltem nem csak a vízilabdába a sportokat, hanem ha van lehetőség, akkor tényleg több sportágat, hangszereken próbáljanak, meg minden próbálják a repertoárjukat minél jobban tágítani, és ezáltal biztos fognak találni egy olyan dolgot, amivel tehetségesek. Azt, hogy miért próbálnám a kapusposztra invitálni őket, hát igen, egy mérkőzésen előfordul, hogy 3-4-5 gólt lő egy mezőnyjátékos, viszont egy mérkőzésen előfordul, hogy 15-öt is véd egy kapus, ami tud olyan adrenalin löketet adni és olyan örömöt okozni, ami egy gól a mezőnyjátékosoknál. A szervezők elmondták, hogy a jövőben a megye tucatnyi településén tartanak majd hasonló rendezvényeket. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Közel 50 kiállító részvételével rendezett állásbőrzét a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A munkaerőpiacon egyre fokozódó problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya. A pályaválasztási kiállítás azt a célt is szolgálta, hogy a centrum tanulói és a vállalkozók egymásra találhassanak, és a diákok már az iskola befejezése előtt tájékozódhassanak a munkaerőpiaci lehetőségekről. A szakképzett munkaerő helyben tartása a vállalkozások mellett a város érdeke is, hiszen a gazdaság további dinamikus fejlődésének a mozgatói lehetnek a jövőben. A köd különösen lakott területen kívüli útszakaszokon életveszélyes lehet a párarétek átláthatatlansága miatt. A ködös időben történő közlekedés nagyobb odafigyelést igényel. Az ilyen időben való vezetés során jelentősen csökken a reakcióképesség. A ködös szakasz kezdetét észlelve még a jól belátható úton is érdemes csökkenteni a jármű sebességét, ezzel együtt pedig növelni a követési távolságot. A ködlámpa használatára pedig külön KRESZ szabály vonatkozik. A Primum Alapítvány képviseli hazánkat az Európai Unió kiemelt iparágainak az agrárágazati élelmiszeripari csoportjában, amely számos programmal, képzéssel, magas szintű tájékoztatással, országinformációkkal áll az érdeklődők rendelkezésére. Ennek keretében harmadik alkalommal tartottak közös konferenciát a Nyíregyházi Egyetemmel. A szakmai napon helyi termelők is bemutathatták saját és gyártóik termékeit. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 9-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Jelentős változás nem várható időjárásunkban, továbbra is száraz, enyhe levegő érkezik fölénk. Az előttünk álló éjszaka gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet, szitálás előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, szitálás előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Lényeges változás vasárnap és a jövő hét első napjaiban nem lesz időjárásunkban, folytatódik a csapadékmentes, eseménytelen őszi idő. Az éjszakai órákban többfelé előfordulhatnak pára, illetve ködfoltok is, melyek a nap folyamán néhol igen lassan oszlanak csak fel, ám a feloszlásukat követően napos, fátyol felhős idő várható. A jövő hét közepén egy gyenge hidegfront vonul át fölöttünk, komolyabb csapadék nélkül, de hatására a hét második felében pár fokkal visszaesik a hőmérséklet. Éjszaka több felé várható fagy, és napközben is hűvösebb, de az ilyenkor szokásosnál még mindig enyhébb idő várható.